Úgy gondolom, hogy felhajtott fejjel mehetünk haza, mert egy jó tornát zártunk magunk mögött, sajnos nem sikerült a továbbjutás. Játszottunk 3 jó meccset, minden 3-at, ugye 2-t meg tudtunk nyerni, a harmadikat is meg tudtuk volna nyerni, azt szerintem nem volt szerencsénk, szóval szerintem egy elég jó tornát zártunk magunk mögött. We start really good first half, I think we were the better team. Nagyon jól kezdtük az első félidőt, szerintem a miénk volt a jobb csapat. A szünet után felvettük a skót stílust, és láthattuk, hogy ők milyen erősek benne. Magas labdákkal operáltak, amiben nagyon-nagyon erősek. Aztán miután megkaptuk a piros lapot, ismét csak arra koncentráltunk, hogy azt játsszuk, amit tudunk. Ezzel kiharcoltuk a büntetőt, és megnyertük a mérkőzést. Összességében 20-25 perc volt az, amikor nem ment annyira, de a találkozó többi részében jók voltunk. In the first half it was good. Nehéz helyzetbe kerültünk, ugye, de ezt már az előző meccsen is bizonyítottuk, hogy van akaraterőnk, és úgy gondoltuk, hogy a fejben is meg tudjuk csinálni, mentünk előre. Igaz, a második fél idő az gyengébb volt, mint az első jóval, de csináltuk tovább, nem adtuk fel, és így sikerült újra megszerezni a vezetést, és ezzel lezárni a meccset. Tudtátok, hogy hogyan a másik meccs? Nem, csak a végén tudtuk meg, sajnos csak ezzel foglalkoztunk, hogy a mi dolgunk meg legyen, nyerjünk, és megláttuk, hogy mi lett, sajnos rosszul akult számunkra. És amikor bemondta a hangos, mert ugye bemondta a hangos bemondó végig, hogy hogy áll a másik, tehát amikor gól esett, akkor azt bemondta. Én nem is figyeltem igazán, én tényleg csak a végén tudtam meg. Because on the other pitch, Czech win 3-0, so... Még soha nem volt ilyen érzésem nyertes találkozó után. Győztünk, van 6 pontunk az elitkörben, ami hihetetlen, de mégsem elég, mert a másik meccsen Csehország is nyert 3-0-ra. Nem vagyunk ott az EB-n. De akkor is nagyon büszke lehetek a csapat teljesítményére ezen a tornán. Arra is, ahogy játszottunk, és ahogy megmutattuk Európának, legalábbis azoknak a csapatoknak, melyek itt voltak, hogy a magyar futballal számolni kell. It was good.